Vaj, ne fussál. Na. Nem tudom, hogy hol jártam, na mindegy. Hát, hogyha ez van bent, akkor erről biztos elmondtam minden. Aztán itt van az átváltozás, ugye ezek, ezt készség, hát nem készségkönyvekkel, hanem könyvekkel lehet olyan fejleszteni. Ugye alapszinten még csak 10 percet lehetsz egy átváltozógömb segítségével átváltozva. Ugye ezt könyvekkel lehet segíteni, fejleszteni akarom mondani. Aztán van a bányászat, ezt is lehet könyvekkel fejleszteni. Ugye a lóhívást, ja, amúgy elmondom, hogy ilyen, ja, na, ennél 30 perc a maximum, hogy átváltozva lehetsz. Ennél ugye a bányászatnál az érszek dobását, nem dobását, dobásának mennyiségét, úgy értem, hogy több ércet dobnak, későkönyvekkel sikeres, akkor több ércet dobnak majd később. Aztán de csillogó laki, amúgy a csillogó vértek, amik így, mi az? Milyen, amúgy milyen színű ez? Ilyen vöröses, fehér, de aranyos, lebuzizza. Na, ugye ezek ilyen, hát piros, fehér, nem, ilyen rózsaszín, sár, nem tudom. Olyan szinten álltak ki ezek a szerkesztők, ami nem is létezik. Na mindegy. Aztán, ugye beszéltem a lóhívásról, ugye alapszinten csak 10% volt, hogy nekem, ugye, na, 10%, ugye, hogyha hívni akarod a lovadat, ahhoz ilyen mana kell, és alapszinten ugye 100 manát vesz igénybe egy hívás. Na hát nekem varlóhoz, mert meghaltam, szebb volt, hogy 100 darab nagy kellett, nagyot el kellett nyomnom, nem vicc, 100 darab nagyot el kellett nyomnom, mert ugye folyamatosan vissza kellett tölteni, hogy mire jött a ló, köcsög ló. Én nyírtam ki, úgyhogy nem lehet megölni. Jó, lovaglás, ugye ez azt jelzi, hogy éppen hanyas a lovad. Tehát nekem a legjobb szerintem, mert ma max 30-as, amúgy nem. Aztán a vezetés. Ugye ezek az ilyen sonzi kákák, mit tudom én, milyen kákák vannak, még vejlozi, meg mi. Ezek arra jók, hogy a csapatba vagy, akkor a csapat tagoknak tudsz adni, hogyha fel van fejlesztve persze, fel van kákázva, fel van könyvezve, akkor tudsz adni a, ugye, csoportban, tudsz adni, ha te vagy a vezető, tudsz adni a többieknek ilyen, ilyen buffokat úgymond. Nem rányomod, hanem beállítod, hogy mondjuk neki jöjjön kicsit több, nem tudom, hogy milyen amúgy, hogy milyenek vannak, annyit tudom, hogy mintha lenne nagyobb védekezés, nagyobb támadás, ilyeneket tudsz beállítani. Ez amúgy csapat munkának szokott jó lenni. Amúgy azt elmondanám, hogy szerintem ez a játék szinte csak csapatban jó, mert egyedül eléggé uncsi ez a játék. Na mindegy. Aztán itt van a horgászni. Szép név. Név, szép szó. Horgasni. Ugye ezt be is rakhatjuk ide gyors billentyűk közé, hogyha már elérjük a 30-as szintet, akkor tudunk horgászni, az megnyomod a kettest, ebben az esetben a kettes bedobja a mit tudom én, Csalival együtt az izé, a horgot, azt vársz egy kicsit, megjelenik a fejed fölött ilyen szar, vársz 2 másodpercet, hogyha mondjuk süllő, meg ilyen, mit tudom én, mandarinhal, mert ugye a halaknak 2 másodpercet kell várni, hogy biztosan ki tud fogni. Amúgy a pecabotot is lehet fejleszteni, meg a bányásztatnál a csákányt is lehet fejleszteni, de rohadt lassan. Azt még meg kell mondanom. Bocsánat, nagyon lassan. Jó, akkor ugye itt vannak a csunyó, meg a sin só nyelvek. Ugye azért jó, hogy megérted, mert alapból nem érted meg, szóval, hogyha mondjuk köszön neked, szia, tetszel nekem, akkor neked ilyeneket fog kiírni. Ilyeneket, nem viccek, nem érted, hogy ő mit ír, mert eltorzítja a gép. Aztán, ugye, hogyha ezeket is nem készségkönyvekkel, miért mondok készségkönyvet, készségkönyvvel skilleket lehet fejleszteni. Na jó, akkor ugye ezeket könyvekkel fel lehet fejleszteni. Maxra akkor már megérted őket. Itt van a kombó. Hát azért kombó, mert így alapból kombóba négyet ütsz, hogy mennyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jó, 6-ot ütsz. Hogyha kombót tanulsz, akkor plusz 3 darab ütést is hozzárak még.
Hát három darab kombókönyv van, gondolom három. Hát amúgy én még kettőt raktam hozzá az egyik karakteremhez, szóval az így még felütt, meg mit tudom én. Nem így felütt, hanem még így háttal így bevágódik neki. Jó, akkor úgy ezekről így nagyjából beszéltem, skillekről beszéltem, érzelmek. Hát arról most nem mondanék semmit. Úgy van, de van amúgy érzelem maszkotok, akkor tudtok csókolózni. Mondjuk, csak hogyha ő is akar, de én nem hiszem, hogy ő akarja, mert már ki is lépett. Biztos meghallott. Aztán tudtok még Gangnam Style-ozni is. Ez most rakták be biztos. Menő. Jó, itt vannak ilyen menő elnevezések, hogy tánc 1, 2, 3, 4, 5. Aztán vannak ilyen ünnep 1, ünnep 2, öröm. Ez egy gúnyos szarság. Aztán jó, hát mindenféle ilyen érzelem van, benne van a nevében. Küldetés. Na, nekem az a küldetésem, hogy üdvözölnek. Jó, hát ezt már egyszer elolvastam. Vagy nem? Ja, jó van. Akkor most nekem az a küldetés, hogy el kell mennem a városörhöz, a villogó szarok. Ugye azok a megnyitatlan küldetések, meg amiket még csinálsz éppen, amik ilyen kör összemegy, azt akkor így villog, vagy ugye kis térképen villog, nagy térképen pedig ilyen összemenő körszar. Bocsánat, már megint csúnyán beszéltem. Kör. Csak sima, hogy... Jó. Hú, amúgy elég lassú, nem tudok mit csinálni. De, tudok mit csinálni. Hát itt a lila. Repeszték. Alapból 100 a mozgásé, ez meg hozzáadott 10. Tehát amúgy ide is megy a 10 plusz. Jó. Oké, már mindjárt odaérek. Rákattintok. Aztán amúgy régen elolvastam, egész jó, mint hogyha története is lenne ennek a játéknak. De hát, amikor úgy új karaktert csinálok, akkor már oda se nézek, már inkább csak okolom tovább, tovább, ok. Jó. Ja, még nem beszéltem erről az NPC-ről. Ugye ezzel lehet teleportálni. Most nekem még csak jó, utazni akarok. Amúgy nem akarok, mert ki is fogom x-elni, vagy nem is lehet x-elni. Jó, rányomok egy igenre. Az, ez még túl kicsi a szintem, 10-es vagy 11-es szintől lehet utazni. Ugye tudsz sivatag, hát majd meglátjátok, hogyha játszani fogtok, vagy hogy játszotok, hogy ugye lehet orkok völgyébe, ugye az a úderigáztottam, már nem emlékszem, aztán van a sivatag, ugye meglepő módon ilyen skorpiók, pókok, meg ilyen kígyók vannak, meg mit tudom én, mik, hát pókok inkább. Hát mondjuk sivatagban mi lenne amúgy? Na akkor zebra. Amúgy az nincs. Akkor ilyen szép árnyékok is vannak itt, ugye hűsölni tudtok. Vagy nem, szénnéktek. Akkor beszélnék nektek most a tárgypiacról, hogy az én videó felvevő programom nem tudja megnyitni a tárgypiacot, amúgy itt tudjátok megnyitni. Hát nagy vonalakban elmondom, hogy szerintem mit érdemes megvenni. Ugye a játék elején fejlődni és farmolni kell, úgyhogy szerintem érdemes venni egy ilyen 7 napos XP gyűrűt, és egy 7 napos vagy 15 napos tolvajkesztyűt. Ugye a játék elején farmolunk, pénzt gyűjtünk, hogyha a későbbiekbe eljutunk egy 54-70-es szintre vagy tovább, ugye 54-től érdemes inkább optolni. Ugye az opt az azt jelenti, amikor a fegyverekbe, pajzsokba, ugye a cuccokba, ugye összesítve cuccokba, optokat rakunk. Ugye a tárgy megerősítővel tudtok optokat hozzáadni, nem biztos, hogy sikerül hozzáadni az optokat, de négyet tudtok vele hozzáadni, az ötödiket megáldó márvánnyal. Ugye ez a kettő, ez a négy, ugye, mert a tapasztalatgyűrű, ezek mind a tárgypiacon szerezhetők be. Ugye a tárgy elvarázslóval pedig le tudjátok cserélni az optokat. Ugye tetszés szerint, hogy ki miért akar, le tudja cserélni, nem biztos, hogy az jön, próbálkozni kell. Hát még ami fontos, hogy ugye amivel ki tudjátok szedni a szilánkokat, kőkézikönyv, ugye szerintem még ezek ugye nagyon fontosak. A többi az már csak ilyen
bónusz, hogy ilyen esküvői felszerelések, ugye több XP-t is lehet úgy adni, meg ugye az exotikus cuccok. Hát szerintem tárgypiacról ennyi. Na, megint itt, most nem Channel 2-re, hanem Channel 1-re, ugye rövidve CH1-re jöttem. Ide szokták berakni a boltokat, ugye ti is tudtok nyitni. Rákattintunk, ugye látjuk, hogy ilyen feledés szalagok vannak itt, kagylók, ez az átváltozó gömb. Hát akkor, hogyha mondjuk tetszik, mondjuk meg akarod venni 3 millió, akkor megveszed, meg ilyenek. Meg te is tudsz ugye nyitni. Na, akkor ugye beszéltem, hogy vannak ilyen, ilyen érzelmi jelek, amik ingyen vannak, szerencsére. Control 1, az ilyen, mondjuk csicskáztat, meg nem csicskáztat, nem köcsögő, meg ilyen fasság, az egyes szintű levered, mondjuk egyes szintűt pont nem, 15-es szintűt levered, és ott elkezdi mondani neked, mondjuk, ez rossz példa volt, mondjuk vagy 50-es, levesz egy 60-as, és elkezdi mondani, hogy csicska, hogy akkor nyomsz egy ilyet, az nagyjából vágja a szitut, hogy mi van. Következő, ez szarik. Ezt hagyjuk inkább. Ugye hát ez mondjuk jó kedven van, talán nem tudom, valami ilyesmit jelenthet. Ez mit jelenthet? Szarnom kell? Na mindegy. Na, ez már tudom, ez azt jelenti, hogy kitépném a szívedet. Na mindegy, következő. Jó. Ez mi akar lenni? Hagyjuk. Jó van, mindegy. Egyedül ezt szoktam használni. Na, alkalmazzuk. Hú, de menő. Sia. Nyomjuk egy szívecskét. Mindjárt rámírja, hogy csicska. Húzz innen. Ugye általában kedves ismerkedés szokott folyni metinem. Na mindegy, hát akkor végül is ennyi volt. Majd csinálok egy videósorozatot, ugye csak addig megyek el, ugye ezeket lehet bányászni, csak úgy elmondom, addig megyek el, hogy 35 szintig, meg varló, meg hogy hogyan tudtok elkezdeni farmolni, mert láttam videókat, hogy írjátok, hogy nem tudom, hogyan kell farmolni, meg ilyenek. Jó, hát van, akik tudnak, azok tudnak, gondolom. Hát én megmutatom majd nektek ugye a videósorozatban, hogy hogyan tudtok ugye elkezdeni fejlődni, farmolni, hogyan érdemes egyáltalán elkezdeni a játékot, szerintem hogyan érdemes elkezdeni a játékot. És hogyha tetszik, akkor fogjátok úgy alkalmazni, hogyha meg nem, akkor úgy nem. Na mindegy, akkor sziasztok. Paf, 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 pif, paf. Amúgy, hogyha tetszettek a videók, meg majd, hogyha még szeretnétek nézni, akkor lájkoljátok, és iratkozzatok fel nyugodtan. Sziasztok! Meghaltok!